Szerbiában a közúti baleseteket szenvedők leggyakrabban a fiatal gépjárművezetők. A gyorshajtás és az alkoholfogyasztás okolható ezért leggyakrabban. Az újvidéki térfigyelő kamera felvételein látható Audi 21 éves vezetője ittas állapotban egyes becslések szerint óránként 160 km-es sebességgel söpörte le az útról az elég kihajtó Golf típusú személyautót, amelynek mindhárom utasa a helyszínen életét vesztette. Da neko u gradu vozi 160 dozvoljeno je 50 u naselju i da smatra da je normalan. Pa on ne može biti normalan. Pa to isto kao da je ušao u barutanu i zapalio cigaretu. Samo je pitanje koga će da pogodi, ko će smrtno stradati, da li će možda i on stradati. A térfigyelő kamera felvételét a rendőrség és az ügyészség fogja vizsgálni, de Milan Vujanić bírósági szakértő szerint a Golf vezetője is hibázott, mivel a villanyrendőr piros jelzése ellenére hajtott be az útkereszteződésbe. Amennyiben ez a villanyrendőrök szinkronizálásának ellenőrzésével bizonyítást nyer, a felelősség megosztott lenne. Najčešće se ta priča svodi na jednoga, ponekad je podeljena. Jedan stvorio opasnost, ali je drugi mogao da izbjegne. U tom slučaju obojica su, da tako kažem uslovno, narodnim jezikom krivi za nastanak ove saobraćajne nezgode. Az Audi vezetője ittasan és veszélyesen gyorsan vezetett. Olyan módon, hogy bármilyen vészhelyzetre képtelen volt megfelelően reagálni, véleményezte a szakértő. Márton Róbert 19 éve gépjármű oktató egy szabadkai autóiskolában. Szerinte az ilyen balesetek nem csak a fiatalok meggondolatlanságának eredménye. A fiatal gépjárművezetők képzésére vonatkozó jogszabály sem elég szigorú szerinte. Ez, ami van nálunk, hogy 2300 kérdés egy közbiztonságba, és olyan dolgokat tettek vele, ami nagyon nem fontos, ez nincs sehol Európában. Ha megnézzük az legszigorúbb európai országban is, mondjuk az összvizsgatétel teszt 900 kérdés. Mi nálunk 2300. És mondjuk olyan kérdések vannak benne, hogy milyen büntetési, hány hibapont jár, mennyi pénzbírság. Ezt még a kihágási bíró se tudja. Ő is a könyvből nézi meg. Ez egy diáknak, ez minek sokkal fontosabb, mondjuk, hogy áthaladási elsőbség megengedés, vagy a szabályok az, amit kellene tudjanak. A gépjárműoktató szerint az alkohol és a kábítószer fogyasztás mellett a fiatal gépjárművezetők hiányos tudásáért az állam is felelős. Közvetlenül a jelenlegi törvény hatályba lépése előtt a fiatalok tömegesen jelentkeztek tanfolyamokra, amelyek Márton Róbert szerint csupán gyors talpalóknak nevezhetők. Ne feledjük el azt, hogy mondjuk 3-4 évnek ezelőtt, mikor jött az, hogy változik a rendszer, voltak azok a gyors talpaló oktatások, ez ha visszamenőleg nézzük, az pont ott van a 25 évesektől visszamenőleg 4 év, az a 18-20 évesek voltak akkor. Olyan gyors talpaló, hogy 2 hét alatt voltak autóvezetők elkészítve, mit tanultak azok meg? A felvételeket bemutattuk egy szabadkai taxivállalat sofőrjeinek is. Az egész napjukat a közlekedésben töltő taxisok is elborzadva figyelték a halálos kimenetelű balesetet. Szerintük korlátozni kellene, milyen autót is hajthatnak a friss jogosítvánnyal rendelkezők, például lóerő vagy hengerűrtartalom alapján. Egyikük elmondása szerint ilyenkor nyáron veszélyesebb a közlekedés, ingerlékenyebbek az emberek. Rádovi, toplo vreme, kad se neke gužve, onda ljudi postoje nervozni, onda se više tih neki konfliktni situacija dešava. Szombat délután Nizsben hasonló baleset történt. Az autó fiatal vezetője az átkelőhelyen áthaladó kislányt nagy sebességgel gázolt el. A teste több 10 métert repült, belehalt sérüléseibe. A járőkelők megpróbáltak segítségére sietni, eredménytelenül. Az újvidéki esetnél percekbe került, míg valaki a balesetet szenvedett járművekhez lépett.